Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de mint mindig megemlítem, van arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel június 3-án jelenik meg. Az azt jelenti, hogy a mai nap, hiszen egy nappal előtte készítem a videót, a mai nap az június 2-a, és mint tegnap is említettem, ez a férjem születésnapja. Hála Isten, már jobban van, és már tud menni, mozogni, de a lába még fáj, ezért most egy nagy kirándulást, kiruccanást, például a tengerpartra nem tudtunk tervezni, és most itthon ünnepeljük a születésnapját olyan szerény körülmények között. Ha jobban lesz az egészségügyi állapota, és nem fáj a lába, akkor persze majd utólag elmegyünk valahová, utólag majd ünnepeljük az én születésnapomat is, és az övét is. Tehát ez a videó június 3-án jelenik meg. Ezen a napon a hold az indiai számítás szerint az Ashvini holtházban van, ami jelenti a gyógyító erőt. Tehát itt most van arra lehetőség, hogy legyen gyógyulás. Amit ez a holtház még jelenthet az egészségügyi témák, vagy ez a terület sokaknál, ez kihat a munkára, a hivatásra, hiszen ezen a területen dolgozik, akkor most ez a hold mozgás itt az Ashvini holtházban jelenthet változásokat, például a munkahelyen, vagy elismeréseket, valami javul, rendeződik a munkahelyen. Június 3-án a hold egy nagyon szép kapcsolatban van Kétúval, és egy jó kapcsolatban van Ráhúval is. Ráhú és Kétú, ez a két hold csomó, kármikus csomó. Kétú az szimbolizálja a múltat, sőt azt is, amit átéltünk a korábbi életünkben, és Ráhú mutatja a jövőt, melyik irányba kellene tekinteni, milyen változások lesznek. Itt kármikus témákról van szó, és itt megoldódnak bizonyos dolgok, vannak szép emlékek, vagy van jövő, van egy kiút. Kárma az a szanszkrit nyelvből van, és lefordítva munkát jelent. De itt nem a munkahelyről, vagy a hivatásról van szó, hanem arról, hogy mit dolgoztunk át eddig. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Kicsit megváltoztattam a képeket, hogy ne legyen olyan unalmas, de majd ezt változtatom mindig. Tehát a magyar kártyák, ami mindig ott középen volt, az jön újra, meg a rúna kártyák is, de nem minden nap ugyanazt fogom mutatni. Először is megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata. Az felül látható, ez a lovas hölgy és a madarak. Hozzá kell tennem, hogy a klasszikus lenormált kártyáknál ott egy lovas férfi van. Nem tudom, hogy itt miért most egy hölgyet mutatnak, de mindegy. Lényeg az ennél a kártyánál, hogy itt mozgásról van szó, hogy előre mennek az események, hogy közeledik hozzád, hogy lesznek változások, lesz mozgás.
Ez mindazt jelentheti, ami mozog. Egy sporttevékenység, egy kiruccanás, egy nyaralás, vagy változások, vagy autó például. A madarak pedig jelentik a könnyűséget, a csevegést, és a két kép azt közli tulajdonképpen, hogy ő mozgásba jön, közeledik hozzád, és beszélni akar veled bizonyos dolgokról. Az érzelmei az bal oldalon látható az utak és a ház. Az utak jelenthetik azt, hogy találkoztok, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy azt is jelentheti, hogy ő útban van hozzád, meglátogat téged. Az utak jelentik a döntéseket, és amikor úgy érzi, most új irányt kell választania, és ez összefüggésben áll a házzal. A ház az jelenti az otthonát, vagy a családot, a családi kapcsolatokat, és ott lesznek döntések. Ez lehet például egy költözködés is, vagy hogy valamit meg akar változtatni az otthonában, de mint említettem, jelentheti azt is, hogy útban van hozzád, meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és azt szeretné, ha te látogatnád meg őt, vagy tervez veled egy közös otthont, és ezt hamarosan kimondja, hiszen ez a hír útban van hozzád. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható a szív, az jelenti a szeretetet, a szerelmet, ezt ő kimondja. Hiszen ott van a levél, ott van a szerelmes levél, ott van ez a hír. Tehát lesz kommunikáció, ír neked, lesz egy meghívás, vagy meglátogat téged, és kimondja azt, hogy szeret téged. Hogy mi fűz össze jelenleg benneteket, az a virágos kártya jelenti, ami szintén az én kártyám, és hozzá kell tennem, ezt a férjem készítette. Az én ötletem, az igaz, de ő készítette. Ez a virág azt jelenti, hogy itt lesznek változások, hiszen benne vagytok a transformációban. A régi dolgokat már elhagytátok, vannak tervek, van egy irány, de még nem értétek el a céljaitokat. A baloldali kártya ott alul mutatja a külső befolyásokat. Valaki cselekedni fog, közeledik hozzád, átnyújt számodra valamit. Ez lehet anyagi segítség, vagy kihathat a munkádra, a hivatásodra, hogy kapsz egy ajánlatot. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki értékel téged, értékes vagy számára, és ezt átnyújtja, tehát közli veled. A jobb oldali kártya alól mutatja a te energiádat, érdekes, hogy ugyanaz a kép. És ami téged illet, elfogadod ezt az ajándékot, de te is nyújtasz másoknak valamit, mert segítesz másoknak, vagy biztos vagy a dolgodban, hogy te is értékes vagy, te is tudsz valamit nyújtani. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!